nekem az életemben az egyik legnagyobb öröm, amiért, hogy kineveztek címzetes docensnek a Budapesti Gazdasági Főiskolán. Én ezt nem tudom elmondani magának. Egyszerűen rengeteg egyetemen tanító ember barátunk van, és én úgy éreztem, hogy én ugye legfeljebb csak tanulni járhatok, vagy mehetek egyetemre, vagy főiskolára, de az, hogy én egy rangot kapjak onnan, hát ez valami egész elképesztő. Ma, ahol vagyunk, itt volt az Amerikai Kereskedelmi Kamarának az éves közgyűlése, és ilyenkor újra választják a board tagok egy részét, és hát most a négy közé is bekerültem, akit idén választottak 2 évre. Én nagyon boldog vagyok, hogyha megkapok évente 2-szer egy telefont, hogy államvizsga elnöknek megkérnek. Ez azt hiszem, hogy én mindig egy olyan ünnepnek tartom azt, hogyha oda elvehetek, mert rengeteget tanulok a gyerekektől. Nagyon felkészültek, én most már 10 éve járok oda államvizsga elnöknek, és mindig azt látom, hogy évről évre jobbak a diákok. Tehát egy nagyon nagy fejlődést látok a tudásukban. És én mindig azt mérem, ugye én nem az elméletet mérem, hanem azt, hogy tudja az elméletet felhasználva gondolkozni, hogy tudja alkalmazni a dolgot, hogy tud speciális szituációt, új helyzetet kezelni. Szóval azt hiszem, illetve ez számomra mindig egy nagyon-nagyon nagy élmény elmenni a főiskolára államvizsgáztatni. Az egyik hely, ahonnan fogadok gyakorlatot, vagy a gondnokokat, az a gazdasági főiskola. Most is van egy olyan. Éppen ma hallottam, fölhívott egy másik, aki szintén ugyanott végzett, és mondta, hogy most már harmadik lépést teszi a karrierjében, és hogy január 1-től egy másik cégnél egy magasabb pozícióban fog dolgozni. Szóval én kapcsolatot tartunk a gyakorlakaimmal. Hozzám nem lehet eljönni 3 hónapra gyakornoknak, 1 évre kell eljönni. És abszolút az én közelemben dolgoznak. Nekem nem fénymásolni kell egy gyakornok, hanem azt gondolom, hogy akkor tanul, úgy fog a következő generáció kialakulni, a következő generációs nagyon jó kommunikátorok, hogyha mi, akik ma a gyakorlatot csináljuk, azok megengedjük, hogy ők megnézzék, hogy ez a dolog hogy működik az életben. Egy nagyon komoly alapot ad, és segít a gyerekeknek abban, hogy fel tudják használni, tehát hogy alkalmazni is tudják. De ezt természetesen erősíteni kell, és itt van egy kötelezettsége a mai gyakorló szakmának, hogy el kell menni a főiskolára. Tehát nem csak elnöknek, hanem el kell menni előadni, mert a főiskola anyagai feldolgozzák azt, amit a kommunikációban, a múltban tudtunk. Mi meg, akik most kommunikációs munkát végzünk, mi pedig most találjuk ki a jövő kommunikációját. Tehát a kettőt össze kell ötvözni, és ezért nekünk kötelezettségeink vannak.